A több évtizede nagy sikerű Schwab bál a megszokott módon a Művelődési Központ színház termében a Kränzlein Néptánc Egyesület és a Német Nemzetiségi Kórus műsorával kezdődött. Ezt követően a közel 400 bálozó házon belül két különböző helyszínen mulatott a Platin zenekar, illetve a Forte zenekar számaira. A Bonyhádi Németségnek nagyon fontos a Schwab bál, minden évben erre nagyon-nagyon készülünk. A Bonyhádi Német Önkormányzat tagja és a kicsik táncoktatója mindig örül, amikor a bálban találkozik a barátaival, és jól érzik magukat. Ezek nagyon jók szoktak lenni, ezek a svábalok. Én már nagyon régóta járok, most már 4 éve sajnos egyedül, mert elveszítettem a férjemet, de előtte együtt jöttünk mindig, én szép népviseletbe, és a férjem is mindig jött a léderhózéjába. És nagyon jókat táncoltunk, mindig 2 zenekar van a Schwab bálban, most a Platin és a Forte zenekar játszik, a Forte zenekar Bonyhádi, ők egy picit ilyen fiatalosabb zenét is fognak majd játszani, mert ugye sok fiatal is van a bálban, a Platin zenekar meg ők inkább a Schwab zenekedvelőinek fognak majd talpalávalót húzni. Ilyenkor a bálban mindenki úgy érkezik, ahogy szeretne, csinosan, kényelmesen, van aki népviseletbe, elég sokan szoktak jönni népviseletbe, és mindenki hozza a kis batyuját. Jenei Józsefné megalakulása óta tagja a Német Nemzetiségi Kórusnak. 43 éve erősíti a csapatot énekével. A kórus egyébként egyidős ezzel a művelődési házzal, mert a művelődési házat is akkor adták át, amikor a kórus alakult, úgyhogy most már, ha minden jól megy, akkor 2 év múlva már a 45. születésnapja lesz a kórusnak. Az ELTE tanító és óvóképzős karán most végzős Szabó Anna Lili a tanulás és a munka mellett Schwab táncot is oktat Budapesten. Fontosnak tartja ezt a kultúrált életben tartani. Körülbelül már 15 éve táncolok. Nem indult olyan egyszerűen, mint mindenki másnál, én óvodában is táncoltam, aztán egy kicsit elment tőle a kedvem, majd aztán alsó tagozatban újra kedvet kaptam hozzá, barátaimnak a biztatására, és akkor újra csatlakoztam a Kränzlein néptánc csoporthoz, néptánc egyesülethez, és azóta is nagyon nagy kedvel és szívvel járok ide. Most már 2 éve táncoktatói papírom is van, úgyhogy most már nem csak mint táncos vagyok tagja az egyesületnek, hanem mint táncoktató is. 2 év múlva lesz 45 éves ez a nagyszabású rendezvény, így a kórus is, illetve a művelődési központ is. A bonyhádi németek folytatják hagyományaikat, de a kerek évforduló alkalom lesz egy rendhagyó és különleges ünneplésre is.